Na igen, szóval azt akartam nézni, hogy... Tehát nincsen vasbányája. Mi az picsából? Nincs vas. Tehát igazából neki még csak mindig szénbányája van, hogyha jól látom, tehát nem... Tehát a hadsereget akkor nem fog tudni építeni. Aha, ott lesz. Ott van vas. Ezt akartam itt megszüntetni. Igen, ugye az a baj, hogy minél nagyobb a terület, annál lassabban épülnek a dolgok. Nem az, nem, hát a távolság miatt egyrészt, másrészt meg... hát, de szerintem inkább amiatt, mert azért fának kell lennie, tehát... Már... Hát, hogy ide két erdész kéne. Le fog izé bomlani, picsába. Mm-hmm.
Sajnos, most nem lesz vasa sem. Mire tudunk még terjeszkedni? Ott van egy kicsi. Ezt ugye nem tudjuk elfoglalni. Azt mondja, hogy itt van. Ezen rajta vagyunk. Itt van ez. Hát ez sem nagyon, mert ugye itt meg... Ezt ott ő tudná, én még nem tudok bejönni. Jó, hát lényegében akkor most az álláspontok ezek így... Azt mondja, ez meg nem kap izét. És 52%-osok vagyunk, nézzük az állományunkat, hogy vannak baszó katonák. Jó, cseréljük ki, azt mondja, hogy melyikre mentettem rá? 3-asra? Ide most legyen a 3-as. Szív, jó. És most cseréljünk. Csak most éppen nem támadás van itt folyamatban. Faszé nem épül az itt. Ajaj. Nolom. Jó. Hát akkor annak a helyére építünk egyet, mondjuk ide. Van itt szás. Se.
Bassza meg, ez már izéjét építi. Miért viszik ilyen baszott lassan azt a rohadékfát? Mennyi fám van? Nem ezt akarom. Ja, nulla. Kurva jó. Hármasra mentettünk, mindegy, támadjunk. Itt támadjunk be valami... Hát, szerintem ezt, ez jó lesz. Micsoda? Mi? Jaj, még nem értek ide a katonák? Lehet, hogy még csak jön... Aha, jönnek kifele.
itt már szépen összeér a földem. Zsevas Daniga. Az vagy a izével állok szarul. Picsába. Jól állok, kb. Így minden nem, van rengeteg aranyam megint. Ott már vannak baszó katonáim is. Oh-oh. Kurva életben. Visszavesszük azt, ami a miénk. Épp ezéren hatalmas nagy csatákra jöttél vissza. Nem tudom, mi történt. Ez nem érdekel. Ja, ezt megnyertem. Jó. Ennyi picsába. Viszont az a baj, hogy már van vasbányája. Az nem jó. Ez nem, hogy nagyon tudnánk hasítani, most itt a 4-esre elmentek. Ezt elfoglalom, szerintem a vasbány, itt minden izé égne. Menjünk el onnan. Így is van.
Jó, az a lényeg, hogy ne legyen... Milyen bányája van ennek a szerencsétlennek? Van szénbányája. De abból ugye hosszatávon fegyvert sokat nem tud gyártani, mert az kéne vas is. És vasbányája, ha jól látom, az nem maradt. Úgyhogy... Hát igazából, hogyha most én így elkezdek fegyverkezni, az így bőven elegendő. Ezt itt mindig össze is tudnánk hamarosan kötni, ezt tök jól lenne, hogyha ja. Már közel vagyunk. Próbáljuk meg. Menjünk rá. Under attack. Mi ezt elfoglalták, bazd meg? A kurva élet. Várj már, ezt hol vesztettem én el? Bazd meg. Jó van.
most elég katonám az a baj. Most hova mennek? Ezek visszavonulnak? Mi a szar? Várjál, most... Figyelj, másfél órája játszom vele, volt egy kis duma is meg ugye a legelején, ahhoz képest szerintem most tök jól állok, nem akarom elkiabálni, de... hát, hogy meg kéne próbálni a izét, a központját lerohanni. Az a lényeg, hogy minél hamarabb meg tudjuk őt folytani. Nyersanyagai azok még lesznek, tehát van még szén bányája, de viszont más már neki nincs. Tehát vas, az most foglaltam el az utolsó vasbányáját. Úgyhogy most a tudja, hogy nem fog tudni fegyvert gyártani. Tehát ki kéne véreztetni. Esetleg még az ilyen stratégiailag fontos pontok ugye a fa. Meg a... Fa, az hol van? Az ott van. Az betyár, nyújtság. Nagyon nagy, nagyon nagy. Yep.
Ja? Nem akarod még magad megadni? Esetleg. Talán. Ez most ezzel nagyon jól állunk. Meg hát jó, igen, a keret az is hozzá, hogy... Na, oda, úgy. Hogy az elején azért megtaláltam az aranyat viszonylag hamar, tehát időben is. Ja. Neki meg azért ugye nem nagyon volt érce munkába. Ah, jó is az. Már nem a munka, hanem az, hogy kis izé kutya sétáltatás. No. Igen, kezd megfogyatkozni. Igen, még mindig azon kéne, hogy arra kéne törekedni, hogy ez ilyen stratégiailag fontos. Meg az bányáit most első körben elfoglalni. És van. Érkezik ide az él? Ja, nem, az csak pótolja. Uh-huh. Na jó. Hű, rohadt sok arany van itt, úgyhogy azért kezdtem el most ide egy arany izét építeni. Aranyfeldolgozót. Végre. Lehet, hogy kéne két foreszter ide. Nézzük meg. Hát ha azzal, hogy jobban működnek a dolgok, vagy gyorsabban lesz fa, akkor ez egy tanulság, hogy valószínűleg a fához két foreszter kell és egy favágó meg egy szómű, mert nagyon, tehát hogy egy favágó meg egy foreszter az így nagyon nem balanszolt. Tehát nem, nincs annyi fa folyamatosan, mint amennyi kéne ugye a favágónak. És ugye emiatt azért most itt megszívtam.
Na, ugye oda raktam a izét, igen. Százalékosak vagyunk, az mondjuk az tök jó. De op, azért kéne építeni azt a kurva aranyfeldolgozót. Házból mennyi van, illetve mennyi bányám van nekem. Hát pedig ezek jók, ezzel jól vagyunk. Hát, még legyen az egyes. Megbarát egy. Na most akkor van két... Öppá! Hát, ez le van szarva. Jaj, de mi az, ami neki nagy érvágás? De mondjuk ez a feldolgozó, ez itt mindenképpen, hogy ez kéne itt bet... Ó, nagyon nagy. Nagyon nagy. Ajaj. Hát most elkezd építeni orvaszájba mindenféle épületet, de hát ennek nem sok értelmét látom amúgy. Mert nem igazán tudja őket feltölteni. De most mit? Mert most mit lúzoltja ezt? Ezt lúzolta. Jó.
De most ez semmi értelme nincs, az meg hát most építgeti ezeket a helyzeket. Igen, réginek 94-es játék amúgy, de ugye a Settlers ez egy sorozat, és ugye ez az első része. Most ugye hétfőnként majd a Settlers... Fogadjunk, hogy épít megint újat. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Nem hiszem el. Most ez csak annyit jelent, hogy szenvedhetek majd minden egyes izék kibaszott épületért. Nem baj, le van szarva. Jó, ez a kis sziget van még itt, hát akkor folytassuk. Gond, ezt is kinyírtuk. Nagyon nagy. De fogjunk, hogy terjeszkedik. Érted, nincs már semmije, tehát nincs már bányája se izének. Hát most jött ki tavaly, vagy idén a 8., ugye én a 7. játszottam már egy évvel ezelőtt, kb. Vagy 2 éve, nem tudom. Úgyhogy a Heritage of Kings-el, ugye azzal már nem fogok játszani, de egészen az első 6-ot végig fogom játszani, és akkor utána a legújabbat, ami idén jött ki, azt hiszem, azzal fogom majd befejezni, úgyhogy hát most hétfőnként csak Settlers lesz egy jó darab, én szerintem egy ilyen 2 évig. Neki kell menni, bazd meg, nem érdekel. Akarja még magát mindig megadni, nézd meg, tehát alig van már valami lófasz területe. Nem, még tartja magát. Édes Istenem, nem értem ezt a játékot amúgy. Tehát...
ez már fát nem tud vágni, tehát már nem tud terjeszkedni. Nincs katonasága, illetve azt sem nagyon tud meg ugye fejleszteni, mert semmilyen bányája nincsen. El van vágva mindentől, nem, ő még, ő nem adja meg, ő nem. Megy még, bazd meg előre. De. Hát még az is tud nyerni a talajos ellen a kézé, aki nem talajos. Tök jó. Yes! Your enemies resign! Gyerekek, 1 óra 52 perc, amiből szerintem itt az első 10 percet, hogy kb. Eldumáltam. Én szerintem ilyen gyors győzelem még nem is volt. A legelején, hát nem, sőt már igazából az elején is betámadott vagy 20 katonával, de egy darab barakomat, és egy, hát több katona van, nem tudom, 3 vagy 4 katona van egy barakban, 3 azt hiszem, az egyik az így folyam, az összeset visszaverte, tehát ott már éreztem, hogy jó, akkor ez így meg lesz, és ott igazából ő le is nulláztam, köszönöm szépen, le is null, ó, az mi? Na, ez valami izé, új animáció. Hát yes. És scale lesz a... Ezt azért fölírom magamnak. A 8. pályának. Scale. Remek. No. Fél pillanatot kérek. Köszönöm szépen. Mivel kell mi majd játszani? Goblins? Hát ezt nem vágom. Egy pillanat, hogy üzenetet kell írnom. Jézusom, mennyi üzenet. Jó. Goblins. Jó, megnézem a goblinsot. Na, fiúk, lányok, pillanat, még egy... no, kérdés igazából az, hogy van még idő, valamennyi, egy... Ja, most az etelzet eléggé hamar befejeztem, vagy egy kör csére, vagy pedig... de tényleg csak egy, mit tudom, egy fészítre. Vagy pedig Stumble Guys, és lehet jönni játszani. Bárkinek, aki szeretne. Úgyhogy igazából a kérdés az, hogy, sőt, várjátok, hát tudok én olyat, hogy... Tudok én olyat, hogy... Ja, na, hát ott van. Oh.
megvan az is igazából most, nem tudom, egyszerűbb a Stumble Guys-zal, már csak azért is, mert a Stumble Guys-t tudják azok is játszani, akik éppen otthon most, nem tudom, telefonról néznek, vagy tabletről, mert ugye Androidon, illetve iOS-en is letölthető, és cross-platform, tehát lehet jönni bármilyen. Na, van egy szavazás, akkor így Stumble Guys-re. Na, lehet amúgy szavazni. Hát kiírjam ide is. Hát, de nem, akkor Dani lehet, hogy jönne. Figyú, ha szeretné jönni, szerintem, mondom, telefonra, meg nem egy nagy alkalmazás, de mondom, Steamen is, tök ingyenes, telefonon is, vagy tableten, tehát Androidon, iOS-en, ha, és szerintem jobban úgy irányítani, tehát nem annyira bonyolult, mint a Stumble Guys-nál, vagy a Fall Guys-t. Ott így csúszkálnak a karakterek, meg olyan, tehát olyan kicsit irányíthatatlan. A Stumble Guys az meg ilyen tök. Tehát attól megállsz, ott megáll a karakter is kész. Tehát nekem az mondjuk abból a szempontból jobban tetszik. Nyilván a grafikája az olyan nem rossz, sőt, tehát így látszik, hogy dolgoznak vele, meg hát folyamatosan update-elik, adnak ki új pályákat, karaktereket, stb. Tehát foglalkoznak vele. Nyilván azért a Fall Guys mögött egy nagyobb cég áll, és azért ott van erőforrás. Úgyhogy megvárjuk, amíg lejár itt a szavazáson, nem szavazott senki, bazd meg. De jó. Hát indítok itt meg szavazást, és senki nem, na jó, véget ért, oké. És hogy áll a Facebookos, vagy ez a YouTube-os is 0-0, hát akkor menjetek a picsa, má, mi? Ja, szavazt, nem jó. Na, most akkor Dani mond, Kanadani mond csét. Betyár mondja azt, hogy legyen Fall Guys, de a Kanadani írta, hogy megnézem a Fall Guys-t. Most akkor mi? Köszön szépen. Na, gyorsan döntsétek el. Most nem jó. Ja, Fall Guys nem. Ja, hogy a Fall Guys-ra mondtad, hogy megnézed a Fall Guys-t, nem jó. Ja, értem. Legyen csé. Na jó, legyen egy feca. Megyünk egy fecát. Nem, egy fész itt belefér. Úgyhogy akkor most átmenetileg elköszönök a VOD nézőitől. Remélem, hogy élveztétek az adást, illetve a Settlersnek ezt a részét. Ez tényleg egy easy win volt. Szerintem ilyen rövid, ilyen gyors win még a Settlersben ebben az első részében, amióta játszom, nem volt. Úgyhogy egy lájkot azért kérek rá, meg egy feliratkozást is a sima TechBarátra, ahova ma került ki amúgy egy újabb teszt, és ígérem, hogy jönnek majd a további tesztek is, csak idővel most éppen úgy állok, mert nem tudom, egész nyáron, hogy így el vagyok havazva, de nem halt meg a sima a TechBarát csatorna sem, csak hát na, szóval mindig van valami. És akkor most pedig amúgy élőadásban következik majd egy kis csé, úgyhogy az élőadás nézői nem menjenek messzire, a VOD nézőitől pedig búcsúzom, minden jót, és sziasztok! Az élőadás nézőinek pedig egy fél perc szünet, és jövök vissza.